Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek a csatornámon, Ricardo Latin csatornáján. A mai alkalommal a latin basszusról fogunk beszélni. Mielőtt a nagybőgő, az akusztikus bőgő, vagy a basszusgitár, illetve a baby bass bekerült volna a kubai zenébe, a latin zenébe, ezt megelőzően két instrumentumot használt a kubai zene, pontosabban a szon. Az egyik hangszer volt a marimbula, a másik pedig a botiha. Az ezeken a hangszereken játszott ritmusokat, basszus groove-okat Afrikából vették, és aztán a műfajnak megfelelően, vagy a saját elképzelésük szerint a saját maguk képére formálták. Ezek a patternek, ezek a basszus patternek két nagyon fontos hangsúlyt tartalmaznak. Az egyik a kettőt, a másik pedig a négy. Ez így néz ki. Tehát egy, két, há, négy, egyet, kettőt, hármat, négyet, egyet, kettőt, hármat, négyet, egyet, kettőt, hármat, négyet, egyet, kettőt, hármat, négyet. Sokatoknak biztosan ismerős ez a ritmus, ez tulajdonképpen nem más, mint a rumbának a ritmusa. Ez a szinkópált ritmus állandóan ismétlődik, és felütéssel kezdődik. Ugye, hogyha beszámolok, hogy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ugye az elején van egy negyed, illetve egy nyolcad szünet, és utána kettőtre érkezik az első ütés. Ez a ritmus nélkülözhetetlenné vált. A neve tumbao. Az akkordok tekintetében a tumbao feladata, hogy megadja az akkordok alapját. Általában véve egy oktávon belül mozog, de persze erre is vannak kivételek. Mozgása lehet felfelé irányuló, vagy lefelé irányuló. Hogy korábban említettem, a marimbulát és a botihát használták a szon korai szakaszában. Hallgassunk meg két részletet. Az elsőn a marimbulát fogjátok látni, a második részleten pedig a botihát. Basszus groove-jait összehasonlítva a más műfajokban lévő basszus groove-okkal bizony sok-sok eltérés van. Rengeteg a felütés és rengeteg a szinkópált ritmus. A tumbao és a kláve kapcsolata. Ahogy korábban beszéltünk róla, hogy a kláve milyen fontos szerepet tölt be a latin zenében, így nagyon fontos az is, hogy a kláve és mondjuk a basszus az hogyan igazodik egymáshoz. Ha a patternünk együttemes, akkor a tumbao nem ütközik össze a klávéval. Viszont ha a patternünk kétütemes, akkor itt szigorú kapcsolatot kell fenntartania a basszusnak a klávéval, ugyanúgy, mint az összes többi más hangszerrel. Nézzünk meg egy egyszerű basszus patternt. Észrevehető, hogy a tumbao egy nyújtott ritmussal kezdődik, melynek nyolcad hangja át van kötve egy negyed hangra, és a végén még egy negyed hang megszólal. Ami aztán szintén át van kötve a következő ütem első pontozott negyedére. Említettem a videó elején, hogy két nagyon fontos része van ennek a tumbaónak, hogy a kettőt és a négy. Ez ebben a basszus tumbaóban fellelhető. Próbáljuk ki, hogy milyen az, amikor egy zongora montunót is hozzáveszünk ehhez a tumbaóhoz. Mm-hmm.
két korai tumbao stílus szeretnék megmutatni nektek. Az egyik a son, a másik a contradanza. A son ugye az a vidéki életből jön, a vidéki életből táplálkozik. Ahogy egy korábbi videóban említettem, a zenészek, a muzsikusok a mindennapjaikat, az életüket, a szerelmüket, a bánatukat mesélték el ezekben a dalokban. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. A másik ilyen zenei műfaj a contradanza, ami a zenekari tradíciókból származik. Most pedig szeretnék nektek megmutatni néhány olyan patternt, amit a kubai zene, vagy a latin zene a mai napig használ. Ez az első pattern egy nagyon régi son pattern. A következő pattern sokféleképpen játszható és variálható. A most következő tumbáót pedig lehet megelőlegezve is játszani, így valahogy. A fent említett patterneket pedig lehet variálni is. Ennyit mára a basszus tumbáókról. Próbálgassátok őket, gyakoroljátok mind a 12 hangnemben természetesen. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és készítsetek videókat, kommenteljetek, és küldjétek el nekem, szívesen meghallgatom őket. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a kláve legyen veletek, sziasztok!